reggel, Vietnám! Üdv a csatornán! Képer jelentkezik a következő, vagyis nem a következő, hanem a legelső Seven Days to Die videóval. Ebben a pillanatban spawnoltam le, itt ebben a teljesen új mapon, random generált, fogalmam sincs mi hol van, merre van, meg mi történik körülöttem. Amint látjátok, 7 óra 2 van első nap, szóval ebben a pillanatban, tényleg ebben a pillanatban körül se volt időm nézni. Azt se tudom, mi van mögöttem, meg mi van előttem, már mellettem ezt igazából látom, hogy mi van. Viszont igen, elkezdjük ezt a csodálatos Seven Days to Die sorozatot. Ki kellene találnunk, hogy milyen nevet fogunk adni neki, mert túlélők naplója az annyi volt, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, és igazából olyan szinten belekeverednétek, meg így mindenki belekeveredik a kiírt évet, hogy milyen az össze-vissza történnek a dolgok, még egy túlélők naplója. Úgyhogy valamit ki kell találni, hogy Fugyos Józsi kalandjai a Fallout világában, na hát az meg tényleg az keveredés lenne. Na gyerekek, menjünk, vágjunk bele! Elvileg valami jó nagyra állítottam a Mamma mia! Na, várjatok, meg kellene nyitnom ezt a challenge-et, és akkor el kellene kezdeni. Rohadt gyorsan, figyeljetek, itt nem tökölünk, figyeljetek, olyan progresszív, olyan gameplayre lehet számítani, hogy ezt el nem tudjátok képzelni, de halál komolyan, most tényleg. Én most... brutál, gyerekek, olyanok leszünk, hallod, mint a Rambo. Rambo 3, Rambo 8, de várjál. Figyelj, kotont is szedjük. Kezdődik, kotont is szedjük. Na várjál, mit kellene? Fibert kellene szedni. Fibert. És igen, kraftoljunk gyorsan. Jó, remélem most nincs elcsesződve az egerem, bár az előtt távolta egy kicsit csesződve. És akkor figyeljetek, izével shift-tel kell lerakni. Menően csináljuk. Meg nagyon profi gyerekek, ne tökörészünk. Szerünk szerintem nem 10 fát, hanem fogok szedni. Egy... minimum egy 20-30-at, nem tudom, igen, ott alul mutassa. Rájött a keeper? Haha, micsoda dolog. És küllenek hű is, gyerekek, azt is kéne harvestelni, de hol? Hol van? Ott van, ott van egy kis kő. Basszus, nem tudom, hol vagyunk, de tök jó, hogy nem egy sík helyre... Basszus, random generált map, és nem egy ilyen full sík helyen vagyunk, az nekem már egy öröm boldogság, srácok. Mert ugye... hajlamos ez a random generátor nem nagyon jó ügyes lenni. Ugye föl is veszem, srácok, egy pillanat alatt. Oké, okay. Mit kell csinálni? Kellene craftolni egy darab ilyen. Innet, meg egy primitive bout. Oké, okay, meg ebből amennyit tudunk. Bár igazából rájöttem, hogy lehet, hogy ezt az íjászkodást elengedem. Lehet, hogy kicsit máshogy fogunk gyerekek viszonyulni ez a játékhoz halál komolyan. Hogy nem úgy, ahogy eddig játszottunk, srácok. Na, mit kell csinálni? Open, igen, össze kellene kollektelni ugye az összeset. Most egyesével lehet ez csak? De kár. Jó, az, és akkor meg kell nyitnom a következőt, ugye? Oké. Okay. És akkor most kell csinálni ilyen claim blokkot. Baze, várja, a izéhez nem mentem el. Lehet, hogy elcseszte a keeper. Várjál, álljál meg. Júj. Basic survivor. Claim, reward. Hol az anyám olagában van a izé? Basszus, komolyan mondod? Várja, trader quest. Oké, felvettem, lehet külön felvenni. Ez jó, oké. Egy kicsit most beszartam, gyerekek. Hol mutatja a trader? Mutatja a tradert. Nem, de itt. Ott mutatja, gyerekek. Jó, akkor oda kell mennünk. Hú, egy kicsit megilletődtem. Most mi van? Ja, most meg ki is kapcsoltam, volt annyi eszem. Oké, gyerekek, csapjuk neki. Nagyon gyorsan kellene csinálni a dolgokat. Kéne gyűjtögetni ezt is, azt is. Mi ez a nagy ház? Ja, teljesen máshogy akarom játszani ezt a játékot, mint eddig játszottuk.
tök jó, hogy random generált, mert azért akkor azért fogunk szívni eleget, meg igazából a Keeper azt szeret szívni egy ilyen játékokban. Azt nem mondjátok, hogy lebeg az az épület. Azt hittem. Na mondom, kapásból egy ilyen glitch-el találkozunk, az ilyen tök kiábrándító lenne, de aztán nem. Fuck yeah. Igen, az a terv egyébként a letelepedés ügyileg, hogy valami épületet kellene nekünk keresni, és annak a tetejére kellene valahogy letelepedni, arra gondoltam, srácok. Most egyelőre questeket hagyjuk, hanem az első éjszakára próbáljuk meg berendezkedni, jó? Tényleg próbáljuk rámenni így a túlélésre komolyabban. Ez a legkomolyabb túlélés, gyerekek. Ez mekkora házacsém, itt aztán biztos vannak, hallod? Mekkora rohadt nagy uszály megy ott lefele. Ez a baj, annyit izét nézek, ilyen TikTok, meg mindenféle videót, meg ilyen mém videót, hogy mémekbe beszélek állandóan, gyerekek, komolyan mondom. Oké, és kacok, csapjuk neki. Tök jól néz ki az erdő. Az nem néz ki rosszul. Egyébként ez jó, mert nem olyan rohadt sűrű. Itt azért letelepedni tök jó lenne találni egy házat. Elmegyük a traderhez, elvileg ugye az a tradert jelent, mutatta. És ha közelébe találnék egy házat, akkor instant letelepednék. Na az a terv, hogy nem bújunk be most a ízei a föld alá, mert az legyen a projekt. Minden egyes részben azt csináljuk. Ez egy város lesz talán. Ez egy város lesz talán. És egyébként ilyenkor, várjál már, ilyenkor föl tudok venni, ez mi? Ja, hogy hogy meg föl tudsz venni minden, az összes izéjét. Tradernek a questjét és mutatja kapásból és oda tudsz menni. Hát ez nagyon komoly, itt egyébként egy város van szerintem. Valami olyan környék lenne jó, hogy egy város közelébe. Srácok, ez majdnem ugyanaz, mint ahogy, mint ahogy ezelőtt legeneráltuk. Esküszöm, hogy nem ugyanaz. Meg még ráadásul nagyobbat is választottam, nagyobb mapot is, és mégis, hát ez nem olyan, nem ugyanaz. Mert itt ilyen rohadt nagy hegyek voltak, tudjátok. Úgyhogy higgyetek nekem, hogy ez nem az előző részes mapnak az újragenerálása, vagy valami hasonló, nem tudom, egyáltalán lehet-e olyat. Wow! Az anya úristen, mi van így, gyerekek? Na jó, van traderünk. Egyelőre én nem akarok a traderhez bemenni. Hoppá, milyen meglepő fordulat, mi srácok? Hanem én inkább azt csinálnám, hogy ki kellene néznem magamnak egy olyan helyet, ahol le tudnék telepedni a trader közelébe. Bár nem... Nem vagyok benne biztos, hogy egy városba lenne az a legjobb hely. Rendőrség. Ez biztos nehéz lehet. Meg kellene nézni, ide megyek akkor. Ez hányas? Hármas szintű nehézség. Valami gyerekek, az lenne a tuti... Az mi? Ott egy sátor. Mondjuk nem itt kéne, figyeld. Az anya úristene! Hát van itt valaki! Egyébként minek állok leverekedni vele, nem? Srácok, azt mondjuk nem tudom. Mert igazából nem az a cél, hogy itt húzzuk az időt, hanem az, hogy valami letelepedési helyet találjuk. Egyébként ez tök jó néz ki ez a hely. Srácok, elmondom nektek, ez rohadt jó. És ez ilyen kőépület, a kőépületek azok mindig ilyen tök jók, mivel azok elég jól védettek. Ezt lehet, hogy ki kéne pucolnom, ledobni egy claim blokkot. Várjál. Francba sem, meg kell ölnem ezt, mert... Nem tudok itt figyelni. Az hogy nevezik azt a claim blokkot? Van rá questünk, úgyhogy ezt könnyen megtaláljuk. Most várjál. Fel kell trékelni, igen. És akkor gondolom előre is rakta. Ja. Jó, igen. Akkor azt csináljuk, ezt kellene megcsinálni nekünk, gyerekek. Igaz, hogy a városban van, meg város szélén. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit kemény lesz. De hát... Why not? Mondjuk ez nem kicsi. Mondjuk az nem biztos, hogy jó, hogy nagy. Meg itt mellette már kapásból épület van, érted? Srácok, ez nem vagyok benn biztos, hogy ez nekünk jó lesz. De ugye kőépület kellene. Ez valami hentes, butcher. Ez meg valami bowling egyébként. Na jó, mindegy, figyeljetek, meg kéne vele. Az is jó, nézd oda. Az még jobban tetszik. Az valami kocsma. És az is kőépület, és nem ilyen rohadt nagy. Na gyerekek. A városban még soha nem telepettünk le, nem lesz egy kicsit kemény? Úristen. Nekem ez tetszik. Szeretem a kihívásokat. Ez valami ízé, valami kocsma. Figyeljetek.
megpróbálkozunk bele. Bár a tető az fa. Nem vagyok benne biztos, hogy jó lesz. Jó, ezeket kicsaljuk, azt nagyon verjük őket. Azt kell csinálni. Mindenképp a letelepedésre arra. Hát ez a csávó meg jön még mindig. Ez mennyi idő alatt akad le? Soha? Majd kellene valami jobb weapon. De ugye az a gond, hogyha itt nekiállok lootolgatni, akkor meg a izével elcseszem az időt. És a letelepedésre nem lesz elég idő. Ezt a gyereket meg nagyon kell ütnöm, basszus, pedig nem akartam bele tökölni. Jó, hát halljál már meg, vagy valami legyen veled. Öcsém! Végre. Itt egyébként meg viszont ennek van egy pincéje, vagy valami. Hú, nem. Magaslatra szeretnék menni. Pince az mindig csapda. Magaslat az egyel jobb. Szerintem. Figyeljetek, srácok. Ez hol lehet följutni ide? Először is körül kéne mindenhol nézni. Ki kéne söpörni. Bassza. Jó, azt kaptam egy olyan pofont, rendesen meg... Komolyan meglepődtem. Milyen pofont levert ez a csávó, basszus. Valaki zörög. Nézzük mindig a hátunk mögé, mert... Nehogy beszudjunk. Lehet, hogy ott kint van. Na, ez valószínű, hogy quest van ide, de ugye az fontos, hogy akkor ide nehogy vegyünk fel questet, azt hiszem. Mert azt tud nekünk meglepetéseket okozni, akkor elvileg bereszeteli azt a dolgok, azokat a dolgokat, régebben legalábbis úgy volt, amik éppen tartoztak, vagy itt voltak. Van a baj, hogy itt ez valószínű, hogy lehet, hogy több zombi fog egyszerre nekünk támadni, aha. Hú, basszus, nagy mázli volt, ki tudta ütni. Pont volt annyi staminám, ez a városba letelepedés, az lehet, hogy egy kicsit erős. Júj, ez nagy para volt, bazze, kinyitottam az ajtót, azt ott jött a négy, érted? Á, ez nem ért! Cheat volt! Mutasd meg a bugyidat cserébe! Meg is mutatta, figyelted? Hol a googleás? Várja, hol van zoomunk van? Hagyjátok gyerekek most, más dolgom van éppen! Fejre próbálok ütni, de egyébként ez a vapor, ez nagyon szopás, ez semmire való. De viszont az íjászkodást szerintem tényleg el kell felejtenem, mert az... Mondjuk nem egy hármas nehézségű épületet kéne kapásból kipucolnom a város közepén. Hát jó, eltűnt a csaj, tessék gyerekek. Pedig megnézhettük volna a bugyellárist. Jó, tudom, hogy nem érdekel senkit a bugyellárist, bocs. Gondoltam egyébként van mögötte, de hiába ugye, mert még ilyen trash dolgok vannak, meg nem veszek fel itt mindent. Aha, azt mondtátok, hogy mondta egy nézőm, hogy ez igen, hogy bár ebbe is csak izé van, koszos víz, hogy koszos víz van már mindenhol, vagy valami ilyesmit mondott, és valahogy tisztít, meg kell mindenképp főznöm, mert nem lesz nekem semmim akkor. A sportbackben megnézzük, hát hogy van jó vépő, valami ütőszerszám kellene nekem, gyerekek. Azért tudnának azért... Tudnék azért örülni egy ütőszerszámnak, de most nem is az a legfontosabb, hanem az, hogy tényleg legyen egy olyan hely, ahol tudunk telepedni. Hát itt megint megfognak, még nem szivat. Félek, hogy leszakad. Olyan helyen kellene lenni. Na jó, de kijöttem. Ez vas. Ez jó, az nem baj, hogyha vas. Bazd meg! Ne! Ezt nem akartam! Nem csinálhatja velem ez a játék! Muszáj, bazd! Hát ezt nem csinálhatja velem, hogy a madarak voltak föl, basszus. A rohadt életbe. Etört a lábam, mindenem van. Júj! Att a madaras rohadt életbe, gyerekek. Hú! Hú, azt se tudtam, merre fussak, hallod? Kettő madár nekem ugrott, töcsém. Kettő madár nekem ugrott.
Jó, hát lehet, hogy egy kicsit erős nekem ez most. 3%-os van ilyen sugárfertőzésem, az meg ugye azzal járhat, hogy meg fogok dögleni a francba, mi? Az jó lesz most megkapásból, hogy meghalok. Hú, srácok, ezek nagyon megszivattak, ez... A várjál, várjál, imádkozzatok! Nem tudom, melyik mire jó, ez mire jó? Ja, hát ez izét. Range damage, igazából ez. Ez inkább ilyen szteroidok, ilyen damage kevesebb jön be, meg ilyen hülyeségeket adnak. Hát a fő... Nagyon szar, bazd, nagyon szar! Mi van itt, gyerekek? Ezt nem fogom tudni megcsinálni. Túl nagyot álmodott a keeper, az szerintem itt. Ezt akartam, hogy stamina regenerálódj. Nem az. De Sanyi, nagyon baj van. Várjál, lehet, hogy ezt be fogok nyomni egyet. Akkor ugye kevesebb damage, ugye? Damage jön be, talán. Egy percig, jó. Nagyon, és az a baj, hogy még a hol van a vége? Az most nagyon nehéz, srácok. Madarak. Viszont ez tetszik ez a hely. Az a baj, hogy tetszik ez a hely, gyerekek. Jó magas. Mindjárt ki fogják tőle, jönnek a zombik agyba főbe, gyerekek. Tuti, hogy az lesz, basszus, én meg itt meg fogok dögleni. Ha merre tudnék menekülni, vagy valami. Hát erre nem kéne menekülni. Jó van, gyerekek. Harcolás lesz, harcolás. Harcra fel! Tudtam, bazza, tudtam. Nem a! Bassza, mi van itt, gyerekek? Es le oda! Mi csinálta? Mi van itt? Jaj! Van egy ilyen ugra-bugra is. Nyár itt van az, mint az őrület. Meg ketyeg. Leugrott a hülye helyem az. Oda leugrott. Hello, Amer, mi van? Beszívtad? Ide azt a ugra, nem ugrasz fel szerintem. Júj! Megláttam az árnyékját a gyereknek! Életbe, gyerekek! Hát bazze, hülye vagyok én egyébként, hogy bejövök a városba az első nap? A sisere itt izé nyekereg, gyerekek. Meg kiüthetném már, az a baj, az meg föl tud ugrani, mi? Az a baj, a csávó még mindig rám van kattanva, igaz, hogy leugrott. Most elhallgatott. Jó, megunta. Megunta, gyerekek. Jaj. Megunta. Jók vagyunk, ugye itt nem tud följönni semmi. Jó, elfoglaltuk basszus ezt a helyet. Hát nagyon-nagyon boldog vagyok, komolyan. Esetleg azt a claim blokkot, azt lerakom, srácok, akkor nem történhet olyan, hogy... Basszus, ez ebbe belemegyek, ez így lassít. Ez durva. Ja, a claim blokkot lerakom, akkor elvileg nem spawnolnak ide zombik, vagy valami történhet ilyen jó dolog nekem. Jó, hát itt el tudok én héderezni, nem olyan rossz hely, azt két kell verni ezt a felső részt, mert ez felesleges. Tudom, hogy ott van, de egyébként nekem meg pont olyan kellene, hogy meg kéne gyógyulnom. Úgyhogy itt a városban mindenképpen kerül kellene nézni majd. Mindenképpen, várj! Szedjük össze magunkat lelkileg, mert azért most itt történtek dolgok, srácok. Ja, az elosztani kívánt pontokra mondtátok, hogy figyeljek. Úgyhogy arra fogok figyelni. Nem is tudom, hogy hol telepedjek le. Valami olyan helyen kellene, ahol leginkább védve vagyok. Legtávolabb vagyok mindentől is. Ez jó, mert ez ugye beton, meg minden, itt azért el tudok lenni. Meg innen jó, belátom a környéket, itt van ugye a
boltos kettővel odébb, úgyhogy ott el is tudok lenni, hogyha úgy van, ugye nappal, vagy bármi történik, oda ki tudok rohanni. Egy mentőautót láttam valahol, azt lehet, hogy ki kéne utolni, hát, hogyha bemákolunk valami jó cajrét. Összeszedem rendet, rakok egy gyerekek, csinálunk egy campfire-t, meg mindent is. És akkor azt kellene csinálni, hogy én... Ez nem kell nekünk, mert ezt fel lehet venni, gondolom le lehet scrappelni. Hát ezt hiába nyomok rajta, lehet, hogy nem kell róna már idején is szétvernem. Jó, hát itt ezeket szétcsapom ide a szar gyerekek, meg csinálom mindjárt ezért alvóhelyet. Ez nekem nem tetszik viszont, hogy ez így van. Mármint ez a borega, ami itt van nekünk. Ó, basszus, ezt fel lehetett volna venni. Lehet, hogy abban volt valami, mi? Mindjárt egy kicsit összepakolok gyerekek itt. Tudom, hogy nem ez a legfontosabb, de én nem szeretem az ilyet. Ez mi? Az is csak szemét. Jó. Ez meg valószínűleg valami questhez kell, ugye aktiválni kell ezeket a szarokat. Az a baj, ez nem véd semmit ez a valami itt. Úgyhogy azzal nem megyek sokra, hogy ez itt van, úgyhogy azt valószínűleg el fogom tüntetni. Szóval akkor úgy gondolkozzunk, hogy ez mint hogyha itt se lenne. Ez mi ez? Ez jó. Itt ezt majd mit tudom, én megcsinálom. Itt van egy ilyen torony, nem számít. Figyeljetek, itt középen, itt nekiállunk egy kicsit építkezni. Csinálunk egy ilyen claim blokkot. Mondjátok azt, hogy ez jó arra, srácok, hogy nem, mit tudom, nem spórolnak ide be zombik, vagy valamit azért, valamit használ, nem tudom, talán. Vagy ez csak tényleg full multiba? Show. És mutatja, hogy meddig van, aha. És konkrétan addig tudok építkezni, anélkül, hogy szétverik, vagy nem tudom, nem spórol be zombi, vagy valami, mondjátok, hogy valami. Remote find. Jó. És más nincs, más opció nincs. Jó. Oké. Okay. Bocsánat, tökörészek, de közben itt annyira... Jó. Igen, és ezeket ugye mindent, amit megcsinálok, ezt az XP-t bekére ért a gyűjterel. Ugye az nem ártana. Jó, srácok, egyelőre szerintem így alakulósba vagyunk. Ezt beteszem, hogy nem tudom. Az érdekes, tök viccesen meg van csinálva. Hát ez ugye semmit nem véd egyébként. Mit kéne? Kellene nekem egy láda. Az hogy nevezik? Hol van itt a keresés? Nem? Nem chest? Mi a franc volt az? Storage. Jó, egyet lekraftolunk. Egyet egyelőre, gyerekek. Át tudom írni rajta feliratot? Vagy nem tudom. Legyen itt. Mit tudok vele csinálni? Át tudom írni. Tudok ráírni. Jaj, de jó. Régebben ilyen táblát kellett rá, vagy valami volt, nem? Legyen kaja. Legyen mégis rajt felirat. És akkor? Hogy kell bezárni ezt? Close. Oké. Okay. És akkor csináljunk még. Nagyon gyorsan. Hányat tudok? 2-3-at csinálunk. Szeretem, hogyha külön vannak, mert különben tényleg azt sem tudom, merre van előre. Ezeket gyors megtanuljuk. Elvileg, ami már nyitott, azt ugye tudjuk. Valami ilyesmi van. Rendben, srácok. Kaja van, akkor legyen egy olyan, hogy... Craft cuccok. Mondjuk. Egyelőre ugye nem kell külön kő, meg ilyen hülyeség. És akkor ebbe ki tudom szórni az olyan dolgokat. Olyat nem szórok ki egyelőre. Ide jó, várja. Várja, tényleg most tegyünk rendet, jó? Kaja. Meg külön lesz az orvosi cuccok is. Megegyük ezt? Legyen kaja. A kaja meg piát ide beleszórom, jó? Ez is. Ez mondjuk lehet, hogy nem kéne megenni, mi? Ja, leviszi a tudod mit.
menjünk figyelmesen végig. Ja, meg szokott olyan lenni nekem, hogy craft... szerves. De hát lehet, hogy egyelőre nem kéne, hanem csak craft, nem? Jó, tudom, hogy tökölök, csak gondolkozok egyébként, hogy mi a szart csináljak. Ez nem fiber, az biztos kell mindenhez is. Na nézzük, mi van itt. Rongy, az talán nem kell most. Ezeket is ide kirakom, mert ugye hát valamilyen szinten, azt meg nem rakjuk ki, valamilyen szinten craftolni kell. Egy csontkés, az hogy ebből tudok csontkés? Meg tudom nézni a recepteket, hogy hogy működnek? Ezt is kirakom, ezek maradjanak egyelőre, nem? Ez viszont biztos nem kell. Meg ez se kell, ez meg a kajához fog bevenni, gyerekek. Jó, el tudom rendezni? El, jó. Meg annyit csináljunk, hogy ezeket tanuljuk meg. Ez A-val lehet megtanulni, jó. Oké. Ebből receptek, csontkés vagy valami, igen. Kraftoljunk egyet. Ezzel tudok azt hiszem jobban lootolgatni. Egyelőre nem tudom, hogy mire fogok költeni. 15 óra 50. Jó, végig ki kéne menni és végig kéne nézni, hogy mit hagytam el. Esetleg. Mármint milyen cuccokat nem lootoltam ki itt. Most már ugye ki van pucolva ez a kecó talán, mondhatjuk. Mindent kilootolunk. Először ebbe az épületbe, ugye. Vannak még olyan dobozok, amit itt szét kell verni? Régebben volt olyan, hogy szét kellett csapkolászni ezekkel. Nem olyanok, ugye ezek is ilyen... Mit ad? Ilyen clay. Nem tudom. Rohadt régen játszottam vele, úgyhogy kövezzetek meg, de viszont segítsetek is, légy. Ide kimentem már, ugye? Hát persze, ott majdnem kiértek azok a rovadékok. Hülye madarak. Nem. Az érdekes. Olyan, mintha most nyílna ki az ajtót. Itt volt egy hátitáska. Jó, víz. Azt mondtátok, hogy van egy nézőm, aki írt egy csomót. Hogy az íze is jó, az ilyen víz. Még hogyha koszos, akkor is, mert nagyon nehéz találni például vizet. Kell csinálni campfire-t. Éjszaka majd egy kicsit próbálunk. Nem tudom, mit csinálni. Várj, itt is körül kéne nézni. Jó, mindent összeszedünk egyenlőre. Ja, itt szét lehet verni. Ezek mögött itt szokott lenni dolog. Csak azért hátra. Aztán ez jó régen volt. Ki tudja már a gyerekek. Itt is rendet kéne majd raknom. Aha, itt hát annyira nem tudnak bejönni, de hát azért nem egy életbiztosítás. Itt majd kellene ezerre craftolni mindent is. Meg kéne erősíteni. Ugye legelőször, most tudom hányadik napon, hatodik vagy hetedik napon jönnek gyerekek a zombedlik. Mondjatok valamit, srácok, segítsetek. Ez mi az a kapcsoló? Mert még nem is láttam. Mi ezt meg le lehet scrapelni. Az olyanokat meg ugye vigyük, amit le lehet scrapelni. Nem kell akkor szétverni. Viszont ja, az a nagy probléma, ki kéne menni, azt hiszem, hogy láttam egy mentőautót. Hogy valami gyógyszer kéne. Az mi az? Szomjasok vagyunk, bazze. Meg fölhagytam én hülye izét, vizemet, ugye? Egy vizem van. Ó. Egyébként ez a random mapba ezt... Itt az... Ja, ide kell raknom valamit, mert le fogok esni, azt tuti. Várjál. Nem, a vizem itt van, kettő vizem van, de azt hiszem, hogy ez a leves... Csak foodot ad. Na és hol vannak a izék? Bazza, nem emlékszik semmire. Hol vannak ezek a százalékok, hogy mennyire vagy szomjas, meg éjjel? Hú, de jó néz ki a karakterünk. Ja. Fáradtak vagyunk, vagy mi ez? Vagy elevertek? Vitamin kellene, meg ilyesmi. Ez meg... Ez remélem, hogy ezt találok valamit. Nem tudom, mi kell hozzá ahhoz. Ezt meg le kéne szkrepelni. Na, itt vannak a skillek. Gyerekek, ja, itt, hogy mire költünk majd, questek, playerök, karakter, de hol vannak az, hogy...
Mennyire vagyok éhes, ilyesmi. Meg szomjas. Ja, itt van. Várjál. Ó, itt van, jó van. Water. Food. Oké. Okay. Oké, okay, gyerekek, húzzunk bele. Le kéne menni a mentőautóhoz. Meg egyébként szerintem a rendőrségen egy csomó minden van. Lehet, hogy tök jó vépőröket találnám, meg ilyesmi. Úgyhogy, ja. Hát vigyük ezt a bunkós botot. Az a jó, hogyha nagy eséllyel így fejbe csapod a csávót, akkor ilyen ki tudod ütni. Úgyhogy át tudsz rajta menni, úgy úsztuk meg a csajt is. Meg aztán meghalunk, annyira nagy gáz nincsen szerintem. Talán főleg itt az elején, nem tudom. Aha. Vagy csak rendőrautót láttam, de mintha valami mentőautóra is emlékeznék. Itt mutatja az izajét, a claimnek a hatását. Lehet, hogy addig nem spawnolnak be zombik. Itt az... Nekem izé kellene. Egy mentőautó vagy valami. Vagy orvosi szekrény. Biztos van egyébként orvosi szekrény mindenhol is. Ezeket mindig meg kéne egyből tanulni aztán. Vettem valami lockpickinget is vettem fel. Nagyon nem kéne megtébolítani a zombikat, hogy ne az legyen, hogy itten kapásból menekülnöm, meg harcolnom kell. Jó. Izé, hát ki ilyeket újra kell tanulnom, mert nem emlékszem egyikre se szinte. Ez mi ez? Videótéka vagy mi a tököm? Ez meg a Balázs Kicks. Ez egy izé. Nem lehet nagyon közel menni. Meg kéne nézni, hogy nincs-e véletlen eladó a boltnál. Mikor? 10 órakor zár a bolt? Vagy mikor? Nem emlékszek rá, srácok, úgyhogy nyugodtan írjatok, mert halljátok, 2 éve játszottam utoljára. Ezzel. Egyébként nagy szarba kerülök, így a bolthoz el tudok jönni, tudod. Várjál, ezekben mi van? Ezekben csak ilyen... Ja, hát ez izé, ez multihoz való, tudom, bocs, hülye voltál, keeper. Ugye megnézem, hogy a csávónál nincs-e véletlenül. Inventory-t akarok szeretnék nézni. Nincs olyan, hogy külön orvosi, vagy mi a szar van? Nincs olyan nincs. Olyan nem szokott lenni? Tényleg csak kaja van, bazze. Mi ezzel lehet reszetelni a skill pontokat, aha. Basszus! Na, hogy túl kéne érnem. Hogy élem túl? Nem látok itt izé. Módok, Scions, Decor, Ammo Weapon, Toolok. Cooking potot azt lehet, hogy kéne vennem, de miből? Mi? Mennyi pénzem van? 31? Erős. Lockpick az mennyire ad? Mennyit adsz érte? 31-et? Hogy mennyi? Mennyit ad érte? 60-at. Lehet, hogy kellene eladnom dolgokat. Nem tudom, ez ilyenbe tudok valószínűleg csak kizajani. Levest forralni, azzal meg... Vagyis vizet forralni. Ugye, régebben úgy kellett. Segítsetek gyerekek, úristen, el vagyok benzve. Viszont ennél tényleg én nem látok egy büdös izét se. Nem akarok még munkát vállalni, igen, tudom, ott a munka. Miért nincs nála? Egyébként valahogy úgy volt régen, hogy ugye minden trader, tudod, volt specialitása. Aha, a Jen, igen, várjál, ezt akkor vegyük fel, hol van a Jen? Nagyon rohadt messze van a Jenünk. Mutatja egyébként? Várjál. Lokoltam? A Jen-t. Ilyenkor? Minimapon nem látom legalábbis, ha csak nem pont arra van, mint a házikónk, vagy az ágyunk. Nem lokolja be, hogy hol van? Ez elég szomorú. Mert ugye annál biztos, hogy van izé. Van olyan cucc, amivel túl tudnám élni ezt. Ez a sugárzás, vagy ez a, nem sugárzás, hanem ez a biohazard jel, az nem túl biztató. Ezt nézem, hogy... De ezekben sincs semmi olyan. Meg a crash, meg ilyen hülyeségek. Ezeket cseszhetem.
Nem tudom pont, azt se tudom, mi kell hozzá, hogy az túléljem. Na mindegy, kilopunk mindent a szemét, gyerekek. Aztán hány óra van? Aztán max megyünk haza. Max segítetek, jó? Írjátok le, hogy mit tegyek. Mi lenne a legoptimálisabb, hogy túléljem ezt a dolgot. Ez nagyon kellemetlen, hogy értetek, egyből meghalok ilyen idejétől. Ilyen fertőzéstől, mert ez igazából valami bio cucc, ilyen fertőzés. Ez meg itten rúgja a port, jól van. Ezt ide nem tudnak bejönni, ugye? Csak az a gond ugye, hogy innen este ki vagy dobva. És az tud probléma lenni. Most ezt kettőt megtanultam, max ugye XP-t ad. Érdemes ezeket megtanulni, srácok. Ez mit, tyúkólak? Jó, végig megyek, aztán megpróbálom mindent is ellopni, srácok. Bármennyire is nem szép. Ó, kaja. Kaja, víz. Ú, ez jó volt. Ez volt itt minden is. Csávó meg itt üti a falat. Ez valami armorra alkat részt. Hú, tök jó, hogy nem emlékszek tényleg a dolgokra. Jó, szerintem menjünk a francba. Jó, sikerült, jó. Hát nem, rosszul emlékeztem, hogy mentőautót láttam, úgy látszik. Egyébként regenerálódunk, azt jól látom, hogy önmagától is regenerálódik a karakterünk. Ja, nem tudom, srácok, nagy bajba vagyok, nagy bajba érzem magam. Tényleg rohadtul, mert nincsen egy orvosságom. Amúgy egész jól összeszedtük magunkat, meg itt tudunk lootolgatni. Össze kell kapnunk magunkat, az lesz az első. Megyek itt egy kört hátul, körülnézek hátha. Hátha valami csodálatos dolgot találok. Még mázlink lesz, de nem hiszem. Hány óra folyamatosan nézni kéne az időt? 19:41. Ugye 22 órától... ott a mentőautó valamit... Bazze, valamire emlékeztem akkor. Csak ide bemegyünk, bazze. Figyeljetek, ez egy veszélyes hely lesz szerintem. Ki kéne utolnom azt a mentőt. Ah, ezért ezt meggyógyítjuk. Az még egy óra akár meddig tart. Arra ez pont ideál. Úgyhogy az meggyógyult. Már csak az öt, ugye az a baj, az emelkedik, azt hiszem, hogy eléri a 100%-ot, akkor ott végük van. Volt valami grafikai glitch, nem? Hogy én láttam rosszul. Ilyen lopakodás lehet, hogy hasznos lehet. Na jó, nem volt szerencsénk a mentővel, valamennyire az volt. Ó, kutyám, majom ott volt, majdnem ráléptem a farkára, láttátok? Még jó, hogy lopakodásba váltottam, szerintem az volt a nagy mázlim. Egyébként tökélnék egy ilyen ilyen ninja stílust, halljátok? Hogy ilyen scout jellegű, hogy így lopakodunk, meg így izélünk, így felfedezünk. Azt lehetne csinálni szerintetek? Mit szóltok hozzá? Egyébként tök sok zombi van már most. Azt úgy élném, bírnám. Ebben mi van, víz? Hát ott egy pisztoly, bazze. Hallod? Csak mondjuk az a baj, hogy ezek, aha, gondoltam nincs benne lőszer, kicsit textúrát azt lassan töltötte be. Meg nem is valami szép textúrája van. Ja, nem vagyunk rosszul egyébként, mármint így egész jól bírom a dolgokat. Balázs Kicks Bowlingben meg ide van. Három koponya, nekünk egy is elég, úgyis meghalok. Jó, ezzel megküzdök, nagyon jön, nem tudom kikerülni szerintem. Túl vagyunk terhelve, úgyhogy nagyon közel nem megyünk hozzá. Szuper, leszakadt a keze, ez régen volt ez a gór dolog, hogy így... Jó, gyerekek, tudjátok mire emlékeztet ez a fény? Ahogy így megy le a nap, amikor van az a Legenda vagyok, tudod? Legenda vagyok című film. Tök ugyanazok a fényhatások. Állítom, nagyon jó, figyeld. Ez epic jól néz ki, imádom. Jó, skacok, meg vagyunk. Figyeljetek, fölmegyek a tetőre.
Azt nekiállunk, mit tudom, kraftolgatunk valamit esetleg. Hát arra lenne szükségem, infóra gyerekek, hogy hogy az anyámba fogom ezt túlélni. És ha erre tudtok nekem így választ adni, akkor az körbe csókollak benneteket komolyan. Azt mondjátok meg, ez mire jó? Te. Azt akartam nézni, hogy mennyire véret, mert tök jó lenne egy bebújsz, és akkor nem tudnak megölni, mi? Jó, hát nem ólálkodok, mert bele fogok keveredni valamiben 21 órakor, akkor ez nem biztos, hogy jó lesz nekem. De imádkozok, hát ha találok valami jó dolgot, de nagyon nem. Viszont ezt élem, hogy végre nem a izé, nem a... Kína... ezt jól becsaptam. Nem a vadonba telepedünk le. Egyébként azokat a szekrényeket, aki oda felrakta, az mi volt, baze? Slenderman, vagy mi ott volt egy darab krumpli. Ezeket nem biztos, hogy érdemes megenni, hanem azt kéne csinálni ugye, hogy elültetni, vagy valami. Ott volt a szekácskönyv, tessék gyerekek. Ja, éhesek vagyunk, látom, megyünk fel. Ami ki vannak nyilván elvileg, azok nem lootolhatók, ugye? Figyeljetek, én beteszem ilyen ajtókat. Minél kevésbé. Az a baj, hogy az ott nyitva van. És azt le se tudom engedni, nincs gomb. Ó, ebbe lett volna valami jó cucc, de nem volt. Nem tudom, gyerekek, valami teát főzzek, vagy mit csináljak. Egyébként lehet, hogy ami nem kell nekünk cucc most egyelőre, azt le fogom vinni, azt eladom. Abban gondolkodik a keeper ezerre. Tök jó kilátásunk van mindenfele. Ja, vagy pedig azt csináljuk, hogy nekiállunk, aztán kilutolunk izéket, kecókat. Aztán bízunk benne, hát, hogyha lesz benne valami jó dolog. Jó, figyelj, ezt is beteszem. Igaz, hogy nem tudom, hogy olyan túl sokat védhet-e. De jó, eddig egész jók vagyunk. Egy kaját dobok be, meg lehet, hogy nálam is van, de együnk egy ilyet. Megnézzük át akkor, a vizet is ide rakom egyelőre, meg a kajákat. A bőr az nem kaja, az craft. Itt is van egy kaja, ez is idejön. Bár az zsír az lehet, hogy nem, de mindig ide rakom egyébként, van egy ásónk. Jó. Olaj, van itt minden. Meg ezt a magot is ide rakom, meg ezt is, mert ez is az egy kajának számító projekt, dolog lesz. Oké, ezt meg kéne tanulni. Ezt is ide rakom egyelőre. Meg a izéket is ide rakom, azokat a dolgokat, amik ilyen... nem kaja, hanem ugye orvosi felszerelés témák, jó? És ez ilyen lesz. A craftot használjuk egyelőre, oda meg akkor igazából majd, hogy milyen minden mehet. Aztán majd mindjárt kiszedem, hogy ami kell. Igazából mindig azt csináltuk tényleg, hogy így beszórtunk mindent, és akkor ami nem kellett. Van nyilvesszőm ide is. És azt mind lootoltam, gyerekek, azt mind lootoltam. Meg 31 pénzük. Na jó van, gyerekek, szerintem akkor sumákolás lesz éjszaka. Nagyon nem akarok ténykedni. Segítsetek, jó? Az nagyon fontos lenne. Segítsetek, srácok. Figyeljetek, ott egy ilyen vízgyűjtő cucc. Oda néz, azon a tetőn. Így a tetőkön így el lehetne így hédrezni. Figyelj, így ki kell alakítanunk egy bázist. Egyébként ez nem olyan túl nagy város szerintem. Inkább egy ilyen kicsi falu. Viszont ez kezdésnek egy tökéletes lenne. Sőt, én... Hoppá, 22 óra. Szívesen le is telepednék ide, srácok, komolyan mondom. És? Ott valaki játszik Seven Days to Die-t, láttad? Na, elbúcsúzom gyerekek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Írjátok meg, hogy mire figyeljek, mit csináljunk, hogy legyen. Nyugodtan bármi jöhet, bármilyen info. Igen, jó. Alig látszok. Ugye, hogyha nem kapsz hordát, addig tök jó el tudsz lenni tetőd, mert azért nem jönnek rád zombi hegyek. Nagy esélye, ha csak nem valami izéd van, ilyen random zombi horda, tudjátok, van ilyen, nem random, minek nevezik, ilyen spontán horda. Ja, valahogy meg kell gyógyulnunk, az lenne az első feladatnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Valami nevet kitalálok ennek a sorozatnak, hogy megkülönböztetjük a többitől. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szerbusztok!